Szeretettel köszöntöm nézőinket! A történelem sokszor egy-egy ember életén keresztül tükröződik felénk, és a történetek, melyek felidéződnek az emlékezésekben, igen gyakran sorsfordító időszakokat mutatnak be nekünk. Mai műsorunkban Gyapai Gáborhoz látogatunk el, akinek nevét nem csak történelemkönyvek szerzőjeként ismerhetjük, de úgy is, mint aki oly sokat tett azért, hogy újraindulhasson a tanítás a híres Vasori Evangélikus Gimnáziumban, melynek aztán első igazgatója lett. Ha az ember végig gondol az életén, akkor legalábbis az én életemen, akkor hálát kell adnom az Istennek, mert olyan természetet kaptam, hogy az élet minden körülményei között nyugodt lélekkel tudtam élni. Ez nyilvánvaló, hogy valahol az őseimtől örököltem. Családom felvidéki luteránus család, székhelye Fészke Léva volt, ahol édesapámnak 54 unokatestvére élt, ma már egy se él ottan, mert mind kijöttek onnan, és ez a család részben polgár, részben nemesi származású volt. Dédapám az patikus volt, 1800-ban született, övé volt a híres Boleman Patika Léván, ami fogalom volt, 12 gyermeke volt, ebből az egyik az én nagyanyám, a nagyanyám aztán feleségül ment Gyapai Gusztávhoz, és így ezek voltak az én nagyszüleim, de akiket nem ismertem, mert én később születtem, mint ahogy ők meghaltak volna, úgyhogy a életemre a családi fészek volt hatással. Anyám, apám, minél öregebb leszek, annál nagyobb tisztelettel gondolok rájuk, mert azt kell mondani, hogy egy életmodellt jelentettek számomra. Apám hallatlan, művelt ember volt, mint katona a háborúban. Egyszer azt mondta nekem, amikor kérdeztem, hogy hány ellenséget öltél meg, azt mondta, hogy remélem egyet se. Aki így háborúzik, az valóban keresztény ember. Édesanyám is nagyon művelt volt, több mint 10 nyelven értett, csomó nyelven beszélt. Gyerekkoromban egyszerre tanultam magyarul, németül, angolul beszélni, aztán később ugye az idegen nyelvek kissé lekoptak, és hát 10 éves koromtól kezdve főleg a magyar nyelvet használta már mindenki. A következő tényező a szüleim mellett az iskolám volt. Hallatlan szeretettel gondolok Kalma Pál tanítómra, aki a deáktéri evangélikus elemiben tanított, és aki hallatlan szeretettel, gondossággal csinálta a dolgát. Mi voltunk az utolsó osztály, aztán nyugdíjba ment, de még most is érzem kezemen az ő kezének a szorítását, amikor azt mondta, hogy na Gábor, próbálom, hogy hogyan tudunk együtt írni, és megdelejezte a kezemet, és ma is érzem ezt az emberi melegséget, ami akkor a tollat vezette. A meghatározó életemben az iskola mellett az egyház volt. Körülbelül 5 éves kis kölök voltam, amikor nagyon féltem a repülőgépektől. Hallottam, hogy háborúban milyen dolgokat csinálnak, és ezt megtudta Etel testvér, az a diakonissa, aki kiskoromban Pilis Csabán a vasárnapi iskolát vezette, és adott nekem egy kis keresztet. Akkor még nem tudtam elolvasni, de mind mai napig is őrzöm, mindig velem van. A keresztre az volt ráírva, hogy ne félj, csak higgy. És ez fantasztikus erőt adott nekem. Attól kezdve én nem féltem. És azt kell mondani, hogy mind mai napig nem félek semmitől. Valahogy ez a hit, ez a nyugalom, ez a biztonság ebből áradt. Ilyen
testvér kevés van. Később is nővéremmel is, velem is tartotta a kapcsolatot, és mindig csak a legnagyobb szeretettel tudok rá gondolni. Aztán az út egyenesen vezetett a fasorba. A fasor az intellektuális fejlődésnek volt a központja. Meghatározó volt a szeretett osztályfőnököm, Boks Andri bácsi, aki földrajzkémia szakos volt. A másik meghatározó tanár az Dengelegi tanár úr volt, a latin tanár. Nagyon szigorú volt, nagyon rendszerető ember volt. De emlékszem, amikor az ötös kollégiumban felvételiztem, azt kérdezte az egyik latin prof, mert háromnál kellett vizsgáznom, az egyik latin prof azt kérdezte, hogy ki tanított a latinra. Mondom, Dengelegi. Hát akkor maga tud latinul, mondta, de azért egy órához fordíthatott velem latin szövegeket, ugye, ami biztos, az biztos. A harmadik, és talán az életpályám szempontjából egyik legfontosabb figura Jánosi István. Doktor volt, Pista bácsi, aki történelemre tanított. Persze azt hiszem, hogy a történelem iránti érzékem az őseimtől származik. Nagyanyám 46 éven keresztül írt naplót. 20 vastag kötet ez a napló. Minden nap eseményét beírta. Ha beteg volt, az ágyban jegyzeteket készített, és aztán később beírta. A napló végén vezetett egy anyakönyvet. Eljegyzések, esküvők, házasságok, halálozások, és a falubeli asszonyok nem tudták, hogy a gyerekük mikor született, akkor eljöttek nagyanyámhoz, és megkérdezték. Ő egyrészt fejből megmondta, másrészt azért föllapozta a naplót, és ott ellenőrizte a dolgokat. Szóval valahol ez bújt elő bennem, amikor történész lettem. Fasor után jött az ötvös kollégium. Amikor ott jelentkeztem az igazgatónál, azt kérdezte, hogy honnan jött. Mondom, az evangélikus gimnáziumból. Ó, hát ott van a legtöbb volt ötvös kollégista. A tanár elővette egy évkönyvet, és mondta, hogy 14 olyan tanár van, aki az ötvös kollégiumnak tagja volt. Én abból 10-nek a tanítását élveztem. Tehát 10 olyan tanár volt, aki az ország legjobban minősített tanári karába tartozott, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, mert megtanítottak keményen dolgozni. Aztán, amikor a fasorban leérettségiztem, akkor az ötvös kollégiumba kerültem. Ott megint csak azt kell mondanom, hogy fantasztikus volt az isteni kegyelem hozzá. Nekem olyan professzoraim voltak, akik a magyar történettudomány és a latinnak a mesterei voltak. Hogy csak felsoroljam, kérem. Én Szegfű Gyulának, Hajnal Istvánnak, Váci Péternek, Alföldi Andrásnak, Horváth Jánosnak, Kosári Domokosnak lehettem a tanítványa. Májusz Elemér volt talán a legjelentősebb hatással rám, mert Májusz Elemér valódi aszkéta volt. Csodálatos elszántsággal dolgozott, és ezt megkövetelte mástól is, tőlünk is. Később aztán, amikor az evangélikus levéltárban dolgozott ő, akkor maga mellé vett, és ő neki segítettem, és akkor ez a tanár-diák viszony emberi barátsággá érlelődött. Így ezek a professzorok valóban fölkészítettek az életre, és aztán elkerültem a fasorba tanárnak. 47-től voltam ott tanár, Renner János volt az igazgató. Renner János engem fizikára tanított, és meg kell valami, nagyon féltünk tőle, mert nagyon szigorú ember volt. És akkor, mint igazgató, amikor jelentkeztem nála, akkor egyszer csak láttam, hogy ez egy hallatlan meleg szívű ember. Olyan kedvesen beszélgetett velem, hogy meghatódtam, és elcsodálkoztam, hogy ez a szigorú tanár, aki minden másodpercet kihasznált, és aki töménytelen kísérletet végzett, az ilyen kedves emberi ember. Öreg koromban jöttem rá, hogy azok a kísérletek, amiket a Renner János velünk csináltatott, mert akkoriban az volt a szokás, hogy minden héten délután a diákok saját kezűleg kísérleteztek, azok az én történész magatartásomat is nagyon alakították.
mert ott szoktam meg azt, hogy nagyon pontosan utána kell nézni mindennek, hogy az okokat, okozatokat föl kell mérni, és ez a történelemtudományban is élő valóság. Úgyhogy ő is az emlékezetemben a legelőkelőbb emberek között él. Hát természetes, hogy a következő köre az én életemnek az a saját családom. Megint azt kell mondanom, hogy isteni kegyelem. Jövőre leszünk 50 éves házasok a feleségemmel. És ez az 50 év a legnagyobb szeretetben, gyermekek nevelésében, unokák gondozásában telt el. Feleségem is tanár, egyébként az egész család tanár, kérem. Ugye anyám angol-német szakos tanár volt, a nővérem angol-német szakos tanár volt, a feleségem magyar-angol szakos tanár, a menyem magyar-angol szakos tanár, a fiam magyar-angol szakos tanár, és a lányom is magyar-angol szakos tanár. Úgyhogy egy megveszekedett tanár család vagyunk, de ugyanakkor azt kell mondani, hogy a családi életünk rendkívül harmonikus volt. Ebben a harmóniában nem csak a feleségem, hanem apósom, anyósom is szerepet játszott. Apósom dr. Kovács Elemér a magyar földbirtok politikának kiemelkedő alakja volt, és az ő jogi precizitása megint csak nagyon nagy hatással volt az életemre. Ma is nagyon nagy szeretettel és sajnálkozással gondolok, hogy már nincs az élők között, mert a mai földbirtok politikákban bizony az ő éles esze és jogi képzettsége rengeteg segítséget tudna adni. Még egy külső embert meg kell említenem, Sárközi Györgyné. Sárközi Györgyné Molnár Ferenc írónak a lánya, és Sárközi Györgynek volt a özvegye, és ő az jelentette életembe, hogy példát mutatott arra, hogy a másik emberen mindig segíteni lehet, sőt, segíteni kell. A legkülönbözőbb helyzetekben, ha meghallotta, hogy valakinek valami baja van, akkor addig nem nyugodott, ami rajta nem segített. És az ő köréhez is tartoztál, a Válaszkörhöz? Én a Válasznak munkatársa voltam, és számos cikket írtam a Válaszba, úgyhogy ez nagy élmény volt számomra. I.S. Gyula körében élni, és a magyar, az esküvőnkön a magyar irodalom ott volt. Kérem, hogy I.S.-től kezdve Németh Lászlón keresztül mindenki ott volt az esküvőnkön, mert ugye én a Válasz munkatársa voltam. Az életem lényege azonban mégiscsak a tanári pálya volt. Ezt elkezdtem a Fasorba. A Fasorban nagyon hamar osztályfőnök lettem, és nagyon korán rájöttem arra, hogy a tanári pályának egyik legfontosabb területe az osztályfőnöki munka. Mert az osztályfőnök minden diákkal közvetlen kapcsolatba kerül, minden diáknak a családját ismeri, minden diáknak a gondjával kapcsolatba jön, és igyekszik rajta segíteni. Volt növendékeim, rendszeresen fölkeresnek, és természetesen most már nem mint tanítványok, hanem mint barátok tartoznak a körömhöz. A Fasori tanári kar abban az időben, én 47-től 52-ig voltam ott, egy csodálatos családi együttes volt. Akkoriban a tanárok anyagi helyzete viszonylag elég tűrhető volt. Tehát egy tanár, ha állása volt, akkor más foglalkozás után nem kellett nézni, illetve ki a saját tudományos területével foglalkozott. Mert ez természetes volt a Fasorban, hogy minden tanár egyúttal a tudományával foglalkozott. És erről elbeszélgettünk, elmagyaráztunk dolgokat egymásnak. Úgyhogy olyan szellemi pezsgés volt a fasori tanári karba, úgyhogy el lehet képzelni, hogy amikor 52-ben az érettségin közhírré tették, hogy a Fasor megszűnt, akkor borzasztóan el voltunk keseredve. Azt ígérték, hogy állást kapunk, de nem kaptam állást. Úgyhogy munkanélküli voltam, aztán egy volt kollégista, idősebb barátom meghalotta az országos levéltárba, hogy én állás nélkül vagyok, és
oda hívott az országos levéltárba, másfél évig voltam ott, nagyon sokat tanultam. A levéltári másfél év után azért a szívem visszahívott az iskolába, úgyhogy amikor vezető tanárnak hívtak, gondolkodás nélkül mentem, így aztán először Csepelen voltam vezető tanár, aztán a Cukor utcában voltam vezető tanár. Abban a gimnáziumban volt olyan tanítványod, aki aztán később jeles ember lett, és agresszívesen emlékszel? Sok, kérlek szépen, ugye, sőt az egyik írt is rólam, leírta az én 56-os tevékenységemet, és hát ebben nem akarom részletezni, de ebben nagyon meghatóan nyilatkozott rólam. Valamikor november közepe táján megjelent a hír, kezdődik a tanítás. Begyalogoltam az iskolába. Az udvaron sírok. Állítólag a Kapus bácsit is találatért az utcán. Ő is ott nyugszik egyelőre. Groteszk látvány volt. A falra szerelt kosárlabda karika alatt domborodtak a sírhantok. Osztálytermünk ablakai betörve. Akik összejöttünk, fázósan kabátjainkat szorosabbra fogva kucorogtunk a padok tetejé. Csak történelem tanárunk jelent meg. Mai szemmel nézve fiatal ember, talán 30 évesen volt még akkor. Bajuszkás, mosolygós, kedveltük, bár osztályzásnál nem volt szívbajos. Egyszer azt kérdezte tőlem, Simon fi, éppen téged, miért nem érdekel a történelem? Tanár úr, ez a történelem nem érdekel. Jó, akkor a közepesetben biztos vagyok. Ha még tanulsz is hozzá valamit, annál jobb. Most itt volt hát, úgy emlékszem, prémgaléros rövid kabátban. Felült a tanári asztal szélére, és elkezdte nekünk elmondani, mi is történt. Úgy, ahogy azóta csak ma lehet elmondani, 33 év után. Sztálinizmus, Sztálin halála, Hruscsov beszéd, Nagy Imre reform törekvései, Rákosi és Gerő nem túl dicső szerepe, Petőfi kör, és így tovább. Diderek vedett, tátott szájjal hallgattuk jó órán át. Tanár így még nem beszélt velünk. Ennyire még nem vettek ember számba minket. Sem előtte, és hát sem utána. A történelem tanárt Gyapai Gábornak hívta. Aztán 58 után a Cukor utcai iskolát robbantották, úgyhogy ahogy mi mondtuk, kötelékbe repültünk szana szét. Ez volt az 56-nak ugye a megtorlása, és így kerültem én Óbudára, akkor Martosórának, most Óbudai gimnáziumnak nevezik, ahol szintén nagyon jó tanári kar volt. A Csalogány utcai tanítóképző tanárait helyezték oda, úgyhogy egy kitűnő tanári karban dolgoztunk, és ott viszont volt egy tanítványom, aki régész szeretett volna lenni, ez adta az ötletet, hogy tervezek régésztábort. Lementünk Tárcra, és attól kezdve minden évben két hetet a nyár folyamán a tárci ásatáson töltöttünk el. Jó Isten meghallgatta a kívánságomat, tudnélik azt a kislányt föl is vették, és ma ő is aktív régész. Ezek után kerültem a Fazekas gimnáziumba, és ottan is nagyon kellemes volt, mert nagyon jó kollégákkal voltam együtt, és ott is vezető tanár voltam. Amikor aztán lehetőség nyílt, hogy a Fasor létrejöjjön, akkor elhatároztam, hogy ezt az iskolát ismét föl kell támasztani. Köpeci Béla az ötös kollégiumból barátom volt, elmentem hozzá, és megkérdeztem, hogy elképzelhető-e az, hogy a Fasort helyreállítsuk, tudnélik azok a problémák, amik ma a közoktatás tönkreteszik, azok a Fasorban simán megoldott problémák voltak. Köpeci Béla, a legnagyobb csodálkozásom azt mondta, hogy próbáld meg.
Így 84-től kezdve mind a mai napig életem legfőbb célja az, hogy a fasori oktatást szerveztem, szervezem és bonyolítom. Nem volt könnyű feladat, de nagyon felemelő érzés volt, amikor 89. szeptemberében a megnyitó ünnepé lezajlott. Ez óriási feltűnést keltett, és a fasor nagyon népszerű lett, és rengeteg gyerek jelentkezett ott. Amikor az a 8-osztályos gimnázium elindult, akkor elkezdtük írni a magyar könyvet, a latin könyvet, a történelem könyvet, a matematika könyvet, a geometria könyvet, és azóta 10 tankönyvet adtunk ki, és az érdekes az, hogy ezt nem csak evangélikus iskolák használják, hanem az ország legjobb iskolái, a piaristák, a lónyaisták, a református gimnázium, úgyhogy azt kell mondani, hogy nagy sikere van ezeknek a tankönyveknek, mert ezek a keresztény humanizmus alapján íródtak. Mi alatt az iskolát szerveztem, megírtam a történetét is, abból a célból, hogy akik a fasorban tanítani jönnek, azok tudják, hogy mit jelent ez az iskola. Most már több mint 50 éve tanárként is a fasori gimnáziumhoz kötődsz. Amikor belépsz az épületbe, akkor mit érzel? Nagyon izgalmas volt, amikor először úgy léptem be az épületbe, hogy ez ismét a miénk lesz. Nagyon megható dolog volt. Volt egy kedves tanítványom, aki annyira kötődött az épülethez, hogy azt mondja, hogy te ott az osztály előtt az egyik csempe mozgott, oda ment, és te ez most is mozog. Szóval ilyen apró kis jelenetek kötöttek hozzá. Nem volt könnyű az újjáépítés. Unika, az Országos Pedagógia Intézet a tantermekből 4 kis kukszlit készített, és ennek során aztán tönkretett sok mindent. Az épület egyik részét megkaptuk áprilisba, másik részét csak június végén. És szeptember 1-én az iskolát meg akartuk nyitni. Elképesztő munka volt. Én reggeltől estig ott voltam. Nem tudtam elhagyni az épületet, mert minden izgatott, és minden én tudtam, hogy mi, hogy volt, és hogyan kell helyreállítani. Eleinte a munkásokon ferde szemmel nézték, hogy ez az öreg mit üti bele az orrát mindenbe. Azt, amikor rájöttek, hogy ha én nem voltam ott, akkor ők valamit rosszul csináltak, és el kell bontani, akkor attól kezdve már kb. 2 hét után már mielőtt hozzáfogtak valamit, először jöttek hozzám, hogy hát ezt hogy is csináljuk, és akkor mondtam nekik. Úgyhogy egy nagyon jó munkaviszony alakult ki a munkásokkal, a művezetőkkel és az mérnökökkel. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas periódus volt, és hát menet közben mindig újabb és újabb feladatok adódtak. Régen a fasorban volt egy fizika szertárv, és volt egy természetrajz szertárv. A mai tanítási körülmények között 3 természettudományos szertárra van szükség, fizikára, biológiára és kémiára. A földszinten 2 teremből kémia szertárat kellett létrehozni. Tehát új körülményekhez kellett igazodni, fantasztikus erőfeszítések jöttek létre, és azt kell mondani, hogy szeptember 1-én az iskola megnyílt. Persze csöngő még nem volt, mert azért ilyen apróságokra nem kerülhetett sor, az csak egy hét múlva volt, hangosító se volt, mert ugye erősítőt kellett szerezni, aztán külön gond volt a szellőztetéssel. Tudnik, a fasornak nagyszerű technikája volt. Minden osztályban volt egy billenőablak elől, és a vele szembe levő sarokban pedig egy szellőző nyílás, ami egy kéménybe ment, ami a levegőt kivitte. Tehát ha a billenőablak nyitva volt, akkor a elhasznált levegőt fölül húzatmentesen kivitte. Persze ez mind el volt tömődve. Én mondtam, ezt meg kell csinálni. Azt mondták, ez lehetetlenség. Egy havi nehéz küzdelem után végül is minden szellőzőt megcsináltak. Én minden üvé fölmásztam létrával és egy ufával, megnéztem, hogy van-e húzata, mert azért nem bíztam egészen az emberekbe, de
azt kell mondani, hogy ez a szellőzés működik. A másik dolog, kérem szépen, hogy szertárak. Hát a szertárakhoz rengeteg anyag kell. Én a volt növendékeknek körlevelet küldtem, mondván, hogy anyagilag is támogassák az iskolát, és ha van szertári anyagok, felsoroltam könyvek, madarak, vegyszerek, egyebek, akkor küldjenek az iskolának, mert így van. Érdekes az, hogy ezt természetesen elsősorban nyugatra mentek ezek a levelek, eleinte bizalmatlanok voltak. A nyugatiak úgy képzelték, hogy az az egész, mert ez még a rendszerváltás előtt volt, ugye 89-ben, úgy képzelték, hogy ez egy trükk a magyar államtól, hogy valutát szerezzen, úgyhogy eleinte nem voltak túl nagy lendülettel, azt amikor rájöttek arra, hogy az igaz, akkor egyszerre ömlött az anyag. Hát a Höchst gyárban két volt fasori diák igazgatói pozíciót töltött be. Úgyhogy ezek aztán a kémia felszerelés teljes anyagát, fantasztikus anyagot küldtek. Vegyszerrel az iskolát, vagy legalább 10 évre ellátták a legfontosabb vegyszerekkel. Különböző eszközöket küldtek. Aztán a volt növendékek egyesülete, amelyik az egészet patronálta, az létrehozott, illetve Genfben is létrejött egy fiók egyesület, a Fasorverein, amelynek Boks Árpád volt a vezetője. Boks Árpád az 37-ben érettségizett a Fasorban, és hát a ENSZ-nek egyik kiemelkedő alakja volt, mert a Szellemi Javak Világszövetségének a vezérigazgatója volt, tehát óriási tekintély volt, és ő megszervezte azt, hogy ott gyűjtenek a nyugatiaktól pénzt, és például az egész számítóközpontot ők küldték el, a fénymásolót ők küldtek, úgyhogy rengeteg dolgot. Azt, amikor mondtam, hogy külföldi tankönyvekre volna szükség, írtam nekik, akkor ömlöttek a legmodernebb külföldi könyvek. Úgyhogy a nyelvi szertárunk az ország egyik legmodernebb szertára. Persze ebben a lányomnak is van érdeme, mert mióta tudta, hogy lesz Fasor, azóta ő 3 éven keresztül éjjel-nappal gyűjtötte az anyagot. Amikor híre ment annak, hogy a Fasor újra indul, akkor tömegével jelentkeztek a gyerekek. És akkor még, ez még az építkezés kellős közepén tartottuk a felvételi beszélgetéseket. Mindig kerülöm azt, hogy vizsgálom, mert mi nem vizsgáztattuk a gyerekeket, hanem a készségeiket néztük, hogy megvannak-e a szükséges készségek. Persze a probléma az volt, hogy sokkal több kitűnő gyerek volt, mint amennyit föl tudunk venni. Így alakult ki az a helyzet, amit már az előbb mondtam, hogy az induláskor 5 első osztályt indítottunk. Mert eredetileg csak 2 vagy 3 akartunk, de aztán föl azt mondtuk, hogy annyi értelmes gyerek van, és helyünk még van, és ha 5 osztályt indítunk, és 2 másodikat és 1 harmadikat, akkor egy teljes tanári kart tudunk összehozni. Tudnék, hogyha kevés az osztály, akkor kevés tanár kell. Így viszont azzal, hogy 8 osztállyal indultunk eleve, elértük azt, hogy egy törzsgárda kialakulhatott a tanároknál. Amikor belépünk a Fasorba, akkor emléktáblákat, szobrokat látunk. Kérlek, hogy szóljál ezekről. Hát, ha az ember belép, akkor jobb kéz felől egy szép márványtábla van, ahol a Fasor jelmondata van. Az Úr félelme feje a bölcsességnek, és a másik pedig, ti megismertétek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Amikor először beléptünk, akkor csodálkozva láttam, hogy ezen a táblán az van, hogy ebben az épületben volt a Vörös Őrség 1919-ben. Aztán amikor a Ötvös bácsival, aki még diákkoromban már ott volt pedellus, és most is ott élt a feleségével, beszéltem, azt mondja, tanár úr, kérem, ez a tábla meg van fordítva, a hátlapján most is az eredeti írás volt, úgyhogy az első dolgunk, amikor az épületnek az a része a mi birtokunkba került, az volt, hogy szépen kicsavartuk a 4 csavart a Vitális Györggyel, és megfordítottuk a táblát, és ismét a régi felirat került oda. A másik, az első emeleten van egy hősi emlékmű, ugye az első világháború emlékműve volt ott, ahol a magyar címer volt, de a magyar címerről a koronát kivésték.
Aztán, amikor egy kicsit múlt az idő, akkor ezt a koronát helyre tettük, úgyhogy ma nem látszik az, hogy ezt annak idején megsértették. Az első világháborúnak 57 hősi halottja van. Akkoriban még Magyarországon a második világháborúról hősi emlékműveket nem igen lehetett állítani. Úgyhogy egyik első tervünk az volt, hogy ezt megcsináljuk. Ugyanakkor tanároknak az emlék táblái is ott vannak. Igen, hát a legrégibb az a Böhm Károly emléktábla. Ugye az Böhm Károly az iskolának egyik legkiválóbb tanára, igazgatója, majd később a Kolozsvári Egyetem filozófia tanára volt. A magyar filozófia történet őt a legelsők között jegyzi. Erdély János mellett Böhm Károly a második ember, akit úgy szoktak emlegetni, hogy magyar filozófus. A másik tábla, ami szintén megvolt, Rácz László táblája. Erről azt hallottam, hogy egyszer az volt a terv, hogy összetörik. Szerencsére valami ezt megakadályozta, úgyhogy Rácz László táblája megvan, és aztán mi az emléktáblákat számátnak növeltük, nem csak a hősi emlékművet, hanem a második lépcsőház fordulóban Mikola Sándornak az emléktábláját már mi állítottuk föl most. Rácz László és Mikola Sándor voltak azok, akik a századforduló után a természettudományos matematikai oktatásnak a legmodernebb irányzatát meghonosították. Akik ma a világon híres matematikusok. Amerikában ez, hogy matematikus és magyar az majdnem hogy szinonim fogalom, azok mind ennek, ezeknek voltak a tanítványai, kérem szépen. Például? Hát Neumann János, Wigner Jenő és a többi sokat emlegetett nagyság, kérem szépen. Úgyhogy ezek valóban kiváló emberek voltak, és hát Wigner azt írta a Fasorról, hogy ez az iskola abban az időben nem csak Magyarországon, de azt hiszem, hogy Közép-Európának is a legjobb iskolája volt. A protestáns tradíció hogyan határozza meg történelem látásodat? Hát ez nagyon fontos dolog. Én úgy érzem, hogy én testestül, lelkestül evangélikus vagyok. Hogy lényegemnek egyik eleme az, hogy engem evangélikus környezetben neveltek. És ez nem egy mesterkért nevelés volt, hanem ez egy evangélikus élés volt. És én ezt természetesnek vettem, hogy így vagyok. És nekem az eszményképem az a Luther Márton, aki Vormszi gyűlésen vállalta az életveszélyt, és kiállt az igazság mellett. Eszményképeim azok a gályara prédikátorok, akik nem alkuttak meg, és akik vállalták a gályarapságot is, kérem. És eszményképeim azok a tudósok, akik a 18. században, mint evangélikus tudósok a magyar műveltséget fölemelték. És azok az eszményképeim, akik a szabadságharcban vállalták a szerepet, és így tovább éltek. És azok az eszményképeim, akik a Fasorban úgy tanítottak, ahogy engem tanítottak.